Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, ez itt a Jogász. Üdvözlöm a stúdióban dr. Vertán Balázs, ügyvédurat, szervusz Balázs. Szervusz Tamás, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És nézőket. Az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon elterjedt az együttélés, a házasság kötés nélküli együttéléseknek az aránya. Talán már meg is haladja a házasság kötések számát, ez a gyakorlat, ezt szociológiai felmérések egyértelműen igazolják. A jog azonban különbséget tesz a házassági vagyonközösség és az élettársi együttélési vagyonközösség között. Természetesen az élettársak között is vannak nagyon fontos szabályok és törvények, amelyek biztosítják a vagyonközösséget, de vannak nagyon nagy különbségek is, amelyek gyengítik az élettársi közösséget a hagyományos házastársi vagyonközösséggel szemben. Ilyen például az egyik fél halálozása után a másik fél öröklése, azaz az örökösödés. Míg a házasfelek esetében a törvény biztosítja az automatikus öröklést, tehát az életben maradó fél öröklését az elhalálozott fél után, addig az élettársi közösség esetében ez nincs így. Éppen ezért, bár az élettársak együttélésük alatt önálló vagyonszerzők, tehát nem automatikusan közös az a vagyon, amit ebben az időszakban szereznek, szemben a házassággal. Ezért meg kell erősíteniük, hogyha azt szeretnék, hogy örököljön a másik fél utánuk, az ő elhalálozásuk után. Szerződéseket kell kötniük egymással ahhoz, hogy a másik felet, a másik fél anyagi biztonságát biztosítsák, azaz az öröklést biztosítsák. Balázs, hoztál egy olyan jogesetet, amely éppen erről szól, éppen ennek a sajátosságnak a kiváló reprezentációja. Egy több évtizedes együttélés után az egyik fél halála bekövetkezett, ahogy ezt a természet rendje előírja, és ez a másik felet nagyon nehéz helyzetbe hozta. Méghozzá azért hozta nagyon nehéz helyzetbe, mert a közös ingatlan, amiben éltek, bár anyagilag is mindketten hozzájárultak a közös ingatlan megvásárlásához, de ezt nem dokumentálták, szerződésben nem rögzítették, nem került be a földhivatalban a tulajdoni lapba, nem kötöttek egymás között semmifajta sem kölcsönadási vagy sem egyéb szerződést, átvételi elismervény bizonylatot. Tehát az életben maradt fél nagyon nehéz helyzetbe került az élettársa halála után, ugyanis nagyon nehéz igazolnia, bizonyítania azt, hogy neki jogos öröksége van a közös ingatlanból. Hogy néz ki ez a történet, és milyen jogszabályok vonatkoznak erre? Köszönöm szépen. Valóban nagyon gyakori, és valóban nagyon izgalmas, és úgy hétköznapi, hogy rendkívüli ez a életközösség vagyonközösség problémaköre. Nagyon sokakat érint. Éppen a beszélgetésünk előtt beszéltünk arról, ami egyébként a jelen ügyben is fontos ismérv, talán érdemes megemlíteni még a bevezetés kapcsán, hogy manapság már nem csak a fiatalok élettársi vagyonközösségéről, élettársi kapcsolatba lépéséről beszélhetünk, hanem egyre gyakrabban, én egyébként a praxisomon belül legalábbis találkozom olyan esetekkel, amikor vagyonjogi kérdések felmerülnek olyan esetben, hogy az élettársi élet és vagyonközösség, vagyis az élettársi kapcsolat létrehozása az egy későbbi életfázisban. Tehát nem a 10 évesek körében, nem is a 20 évesek körében, még csak nem is az első kapcsolatukat, házasságokat megkötő 30-asok körében, hanem már az első házasságokat, vagy első kapcsolataikat sikertelenül végigélő és elvált, különvált, különélő személyek által 50, 60, bő 60, 60 plusz időszakukban létrehozott második, többedik próbálkozásuk, amelyben nem kötnek új házasságot, sokszor még el se válnak a korábbi házastárstól, ilyenre is van példa, mert ugye a válás, házasság felbontása az néha egy nehezen megléphető lépés az életben, tekintettel kell lenni leszármazókra, családtagokra, környezetre, stb. Vagy
felbontják az ásokat, de félnek új házasságba lépni. Tehát a lényeg az, hogy idősödő korban 50-en jó túl, vagy jóval túl is létrehoznak emberek élettársi kapcsolatokat. Pont. Ezekben az idősebb korban létrehozott élettársi kapcsolatokban azért is speciális a helyzet, mert ott már meglévő vagyontárgyaik, felhalmozott pénzeszközeik és energiáik vannak ezeknek a feleknek. Sokszor a nyugdíjhoz közeledve gyakorlatilag már az életük vagyonképző részét, időszakát már leélték, és esetenként az új élettársi kapcsolatban ezeket a vagyoni elemeket összeházasítva, vagy ezt a szót most ne használjuk, ezeket társítva vásárolnak ingatlant maguknak, tesznek más befektetéseket. És ilyenkor merül fel az a kérdés, hogy rendezette jogi szempontból a kapcsolata az élettársaknak. Tipikusan, és szerintem egyébként jól mutatva a felmerülő problémák körét keletkezett ez a történet, amiről ma beszélünk, amelyben 50-es éveiken túl, korábbi házasságokon túl, részben megözvegyülés, részben válás következtében, egyik oldalról gyermekekkel, másik oldalon gyermektelenül hozott létre egy férfi és egy nő élettársi kapcsolatot, amely ugye egy bejegyzés nélkül csupán az együttélés tényéből fakadóan bekövetkező, de jogilag már leírható, megragadható állapot. És így kerültek ők élettársi életközösségbe és vagyonközösségbe. Ebben az időszakban a férfi eladta a korábbi ingatlanát, amelyhez azonban bizonyos pénzeszközöket hozzá kellett tennie ahhoz, hogy az áhított közös lakhatás célját szolgáló ingatlan meg tudja vásárolni. Ezt a pénzeszközt a nő biztosította a kapcsolatban. Erről okirat nem keletkezett. Ennek a pénzeszköznek az átadása logikusan azt feltételezte volna, hogy az ingatlan nyilvántartásba, hogy te is említetted, be kellett volna valamilyen hányadban, ugye résztulajdonosként kerüljön a hölgy. És akkor nyugvó pontra kerül az az ingatlan, X részben a férfié, Y részben a női. Na most... Ez nem történt azonban meg. Ez nem történt meg. Ezt lélektanilag, pszichológiailag elég nehéz azért... értelmezni, hogy miért nem történt meg? Közel két évtizedes együttélés miért nem volt elegendő ahhoz, hogy mondjuk a hölgyet is bejegyezzék a közös tulajdoni lapra, ami utána a hölgy is körülbelül egy harmadával hozzájárult a közös ingatlan megvásárlásához, de hogy más módon sem. Más szerződés vagy okirat sem született erről a bizonyos összegről, amivel ő hozzájárult. Itt most két kérdés merül ugye föl. Az egyik az, hogy milyen dokumentumok, nyilatkozatok létrehozatalával lehetett volna biztonságos helyzetbe helyezni azt a hölgyet, azt a élettársat, mert ugye itt a nem most indiferens, aki a rendelkezésre álló forrásból adott a közös ingatlan megszerzésére, és ilyen szempontból azt a szót, hogy közös ingatlan, azt használhatjuk dacára annak, hogy az ingatlan nyilvántartási bejegyzésben nem jelent meg az élettárs. De közösen vásároltak és közösen használták. Közösen vásároltak, közösen lakták, mint halálig, ugye az élettárs haláláig. A másik kérdés azt meg, hogy miért? Ebből választom most én az egyszerűbbet. Jogi szempontból megragadva azt tudom mondani, hogy itt az előbb összegondoltuk, hogy tulajdonképpen kézenfekvő, egyszerű megoldásként is legalább 4 megoldási módozat kínálkozott volna arra, hogy ha erre veszik a fáradtságot a felek, mert egy ilyen mulasztó helyzetben mind a két fél mulaszt, az is, aki ugye igénypozícióban van, mert azért az asztalt, ha elég hosszú ideig ütik, és adott esetben annak a konzekvenciáit levonják, akkor előbb-utóbb megtörténik az, amire vár az egyik fél, a másik fél, és a hallgatás, az tulajdonképpen a hallgatás, az elfogadása annak a kedvezőtlen szituációnak, ami sérelmes az egyik félre nézve.
A lényeg az, hogy az optimális és igazságos és egyszerű, logikailag megfelelő megoldás az lett volna, hogy aki pénzforrás beletesz ebbe az ingatlanba, vásárlásba vagy bármelyikbe, az a tulajdonlapra megfelelő hányadba tulajdonosként bekerüljön. Ez nagyon sokszor nem így történik. Tudjuk jól, hogy ugye minden kapcsolatban van egy mondjuk úgy, hogy domináns vagy extrovertált személyiség, aki inkább viszi a külső ügyeket, aki fellép, aki megvívja a harcokat, aki arcot ad a társulatnak kifelé. Oké, ez házasságban, élettársi kapcsolatban egyaránt előfordul, én nem tiltja a törvény ezt. Házassági életközösségben az egyszerű helyzet áll fönn, hogy ott, ha házassági időtartam alatt ingatlan vásárlás történik, és csak az egyik fél nevére, akkor ott ugye, amiről már beszéltünk, vélelem van arról, illetőleg nem is csak, hogy vélelem van, hanem jogcíme van a házastársnak arra, hogy a házassági vagyonközösség időtartam alatt megvásárolt ingatlanban őt tulajdonjog illeti meg. Élettársaknál ez abstart, ex lege, törvényből folyóan magától automatikusan nem áll fönn így. Itt tehát egy bizonyítási szükséghelyzet van. Nos tehát az első számú megoldás az lett volna, hogy ha ad valaki bele pénzt, akkor a tulajdoni körbe is bekerül. Ez a legtisztább, és az ütem felül állna. Akkor utána már nagyon kicsi helye van a bizonytalanságnak és a vitának. És egy esetleges hagyatéki időszakban is, öröklési szempontból is a helyére kerülnek a tulajdoni hányadok, helyére kerülnek a vagyontömegek. Kettő. Lehet kötni, és ez egy nagyon fontos mondani valója ennek a beszélgetésnek, ugyanúgy, ahogy házastársak esetében, élettársak esetében is, úgynevezett vagyonközösségi szerződést. És mivel ez is egy szerződés, az a fogalom, amiről szerintem a kedves hallgatói nézőink már nagyon is tudnak, részben tőlünk, részben általános műveltségüktől fakadóan, hogy a szerződés alapjegye a szabadság. Szerződés a szabadság. Azaz olyan tartalommal, formai megkötések vannak, tartalmi elemek, amiket megkíván a jog vannak, de valójában olyan tartalommal kötnek a szerződés kötő felek szerződést, amilyen tartalommal akarnak, csak az erkölcs és a jog szabályaiba előírásában ne ütközzön. Tehát nincsen akadály annak, hogy az élettársi vagyonközösség egyik-másik elemét, akár csak egy vagyoni elem juttatását, akár pedig az élettársi vagyonközösség esetén a részesedést, a megosztás kérdését, vagy a költségviselés kérdés, vagy a használat kérdését, a felek, vagy az összes kérdést, ebben a bizonyos élettársi vagyonközösségi szerződésben, vagyonjogi szerződésben rögzítsék. Erről egyébként csak annyit kell tudni, hogy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által közokiratba foglalt okiratban meg lehet tenni. Tehát az kevés, hogy otthon leülünk és megkörmöljük egymás között, az is több, mint a semmi. Viszont egyszerűen egy ügyvéd, egyszerűen egy közjegyző, és megszületik az okirat, be kell tenni a fiókba is vége. A harmadik lehetőség, az első kettő, ingatlan nyilvántartási bejegyzés, vagyonjogi szerződés hiányában, a harmadik lehetőség lett volna, hogy legalább örökösévé teszi, akár kölcsönösen egymást, akár az a fél, aki átvette a vagyoni hozzájárulást élettársától, és azzal az ő a saját nevére vásárolt ingatlant, azt mondja, hogy fele részben, harmad részben, kétharmad részben, vagy teljes egészében, édesem, téged örökösömmé teszlek. Ez a része a legérthetetlenebb, hogy miért maradt el. Ugye mivel itt ügyfelemről van szó, ezért az emberi oldalát is, jogi oldalát is, maga történetiségében átbeszéltük a kapcsolatnak, és tulajdonképpen az én szemem előtt jött rá az ügyfelem, hogy milyen súlyos sebből vérzett a saját kapcsolata, hogy annyit nem volt képes az ő párja megtenni, hogy azt az egy mondatot leírja egy lapra, hogy az az én végrendeletem, hogy az én szeretett drágám, pont, legyen ekkora hányadban, az egész vagyonomban, vagy csak a lakásban az én örökösöm. És azt mondja, hogy kelt Alma Atában 1865. december 36-án. És aláírja. Most hülyültem, ugye? De a lényeg az, hogy ennyi. Ez az én végakaratom, legyen az örökösöm, keltezés és aláírás. És ezzel, tudva egyébként, hogy neki leszármazói nincsenek, ami bizonyos szempontból könnyíti a helyzetet, mert nem egy személyre száll át a dolog, hanem a különböző felmenői oldalági rokonok és azok leszármazóira szállt át
az ingatlan, és így számos örökös társ, illetőleg örökös társ jelentkezik a hagyatékért, tehát ez egy egész jelentős közösség. Egyetlen ennyi ember hiányzik az örökösök közül, az élettárs. Az élettárs, akit a legjobban megilletne, és joga van. Akinek egy koffer zsuzsúja bent van az ügyletben. Hát itt már eljutunk a másik kérdéshez, a miérthez, hogy hogy juthat el oda egy pár, hogy évtizedeket, kettőt akár, de akár ötöt lehúznak együtt úgy, hogy egy ilyen elementáris erejű, vagyoni természetű, tisztázó mozzanatot nem követnek el. De még oda nem akarok átlépni, és majd át is adom a szót, ehhez tedd hozzá te is a nem jogász, a laikus gondolataidat, hanem a negyedik, legalább annyi, ami mondjuk úgy, hogy az elemi tisztesség és erkölcs, majd nem teszem végrendelkezés szabadsága, az egy óriási szabadság, az egy szűkített szabadsága a szerződési szabadságnak. Senki nem gyakorolhat behatásért, nagyon vigyáz a jog arra, hogy ki, miről, hogyan végrendelkezik. Nem tudjuk, milyen érzelmi háztartásban voltak, nem biztos, hogy szerették már a végére egymást. Aki beteg volt, az megutálhatta önmagát is, mit tudom én. De ha nem tesz végrendetet, szíve joga. De hogy egy cetlire legalább azt nem írta le, hogy ennyi és ennyi forintot a lakás beszerzéséhez az XY az élettársam átadott. Tehát egy tényrögzítés, ugye? Akkor ez egy bizonyítási szempontból legalább vita, igény és bizonyítási szempontból egy sokkal tisztább helyzet lenne. Az is csak egy sor lett volna. Tehát négy instrumentum, vagy egy bejegyzés az ingatlan nyilvántartásba, vagy egy vagyonjogi szerződés, tisztázó jelleggel, elején, közepén, végéhez közeledve, de a halálig csak, vagy egy végrendelet, egy oldalon nyilatkozat, vagy egy nyilatkozat arról, hogy átvett egy bizonyos pénzösszeget arról a tényről, ami valóban évtizedekkel korábban megtörtént. És akkor itt lehet áttérni oda, hogy de hát miért? És itt kicsúszunk a jogból, és jönnek az emberi tényezők, a psziché, a fej, a kapcsolat, az, hogy a két ember tudott egymással beszélni, hogy volt-e közös akaratképzésük, hogy a közös ügyeiket meg tudták-e beszélni, vagy hallgattak róla, tudtak-e foglalkozni azzal, hogy esetleg az egyik az magának akart mindent, és hogy a másik ezt szótlanul tűrte, vagy hogy volt berendezve az a kapcsolat, aminek a vége az, hogy a legfontosabb vagyoni kérdések rendezetlenül maradtak. Azok a vagyoni kérdések, amik tulajdonképpen nem lelkiek. Nem azt kell kimondani, hogy én egy ilyen és olyan is, vagy defektes, vagy nem defektes, én problematikus, vagy nem problematikus, kisebbségérzéssel, vagy nem kisebbségérzéssel küzdő ember vagyok, nem. Ezt annyit kell mondani, hogy adtál, neked jár. Tehát ez tulajdonképpen egy az egótól elkülöníthető kérdés, és mégsem megy. Mi akadályoz? Mert te bölcsebb vagy, átadom neked most a szót. Hát én részben visszapasszolom a labdát, mert ugye az előzetes beszélgetésünkben te említettél két nagyon fontos fogalmat, amik ugyan jogon kívüli fogalmak, de alapvetően fontosak az emberi együttélés szempontjából, a bátorság és az őszintesség. Ha ez a kettő nincs meg... Ki mondta ezt? Nagyon jó hangzik. Dr. Vertán Balázstól hallottam nemrég. Egyszer hívjuk meg az adást. Ugye, hogy tehát ennek hiányában, és tovább fűzöm ezt a gondolatot, ennek hiányában a jog is nagyon nehezen tud segíteni, hogy a két ember, ráadásul egymással évtizedekig élettársi közösségben élő ember nem elég bátor és nem elég őszinte ahhoz, hogy tisztázzák a közös ügyeiket és a közös dolgaikat, és ennek részeként az anyagi ügyeiket és az anyagi dolgaikat is. Hogy miközben de legalább azt. Vagy legalább azt, igen. De én azt gondolom, hogy ez nagyon nehezen szétszálazható egymástól, mert hogy nyilvánvaló, hogy itt érzelmi és egyéb mély lélektani okok állhatnak a háttérben, ugye az ügyet csak kívülről ismerve is, ugye ez nagyon szépen körvonalazódik. Tehát ha az egyik fél mindezt elmulasztja, a másik pedig hallgatólagosan, passzívan áll hozzá és elfogadja, hogy bár ő jelentős vagyontömeget hozott a közös együttélésbe, sem a tulajdoni lapra nem kerül ez föl, sem együttélési vagy életközösségi, élettársi vagyonközösségi nyilatkozatot nem írnak, sem örökösként nincs megnevezve egy végrendeletben, sem pedig egy szerződésben vagy egy egyszerű, rövid okiratban nem rögzítik, hogy átadásra került az összeg. Amikor az egyik fél már
elmenni készül, és akkor is elmulasztja ezt, az nem lehet véletlen. Ugye? És itt már kívül lépünk valóban a jog keretein, ez már társadalomlélektani, erkölcslélektani kérdés, hogy miért teszi meg valaki ezt az élettársával, holott tudja, hogy nagyon komoly problémákat fog ez majd később okozni az ő távozása után. És az alávetett helyzetben lévő élettárs miért hagyja miért tűri el? Szó nélkül, amikor neki gyermekei vannak, akire való átörökítése az ő életteljesítményének valahol szokás is, kötelezettség is, és jogilag is a helyes eljárás. Miért hagyja benragadni a semmiben a számára el nem érhető vagyontömegben az ő hozzájárulását? Ugye én azt tudom mondani, hogy a közös gondolkodást arról, hogy miért. Ugye kevésbé azzal leszünk építőek, akár magunk részére, akár a műsorban és a műsorban részes személyek számára, hogyha csak rácsodálkozunk arra, hogy milyen döbbenetes mellé csúszásai vannak az életnek, hanem inkább akkor azt tudjuk megfogalmazni a kedves nézőink számára, hogy igenis észlelni kell, főleg az idő függvényében rátekintve a dolgokra, mert 20 év elég ahhoz, hogy ránézzen az ember a folyamatra. Lehet, hogy egy hét, meg a szerelem köde, meg az első tapogatózás a kapcsolatok kialakításában az elveszi a lehetőséget attól, de évek és aztán évtizedek biztos, hogy nyújtanak lehetőséget arra, hogy valaki azt mondja, hogy már pedig ebben lépni kell, vagy már pedig ebben neked lépned kell. Azaz, tekintsünk rá a folyamatokra kellő távolságból, lássuk a saját érdekeinket, vegyünk egy nagy levegőt, gyűjtsük össze a saját bátorságunkat, ha esetleg hibázzana. Azért mondom ezt, hogy ha esetleg hibázzana, mert ebben a szituációban nyilvánvaló, hogy hiányzott valahol a bátorság, amit egyébként az ügyfél nekem meg is vallott, összetörve. Szívjunk fel egy nagy vizet, vegyük a bátorságot, és a kellő időpontban a kellő nyitott őszinte beszéddel és beszélgetéssel egyébként tiszteljük meg magunkat és a partnerünket, üljünk le, mondjuk ki, és igényeljük. És akkor maradhatunk ennél a két szónál, bátorság és őszinteség. Én azt gondolom, hogy ezzel tudjuk táncra hívni a kedves nézőket. És tanuljunk az esetből. Hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a joghoz, és valóban gyakorlatilag tanácsokat is tudjunk adni. Zárszóként még mondjuk el, hogy a polgári törvénykönyvnek mely paragrafusait lapozgassák azok, akik élettársi vagyonközösségben élnek, és nem akarnak, sem kifosztani nem akarják az élettársukat, sem kifosztottá válni nem akarnak. Igen. Melyek azok a paragrafusok, amelyek, vagy törvénycikkelyek, amelyek az élettársi vagyonközösségre vonatkoznak? Igen, köszönöm. A polgári törvénykönyv az élettársi kapcsolattal két helyen foglalkozik. Egyrészt a családjogi könyvében, hát most nem akar butaság mondani, mert azt nem néztem meg ehhez a részhez most, mert vagyonjogi kérdés, a negyedik könyvben, és nem tudom a paragrafus számot, vagy szakaszszámot, és ami viszont a vagyoni ügyek rendezését lehetővé teszi, az a hatodik könyv, ami a kötelmi jogi könyv, és annak a legvége, mégpedig az 513. szakasztól kezdve, és akkor több szakasz, tehát három vagy négy szakasz foglalkozik az élettársi életközösség vagyonjogi jog következményeivel. Tehát ez egy jó ötlet, egyébként a laikustól is, ugye én jogászként nem ajánlgathatom a jogszabályt, de egyébként tehetném, hogy az hozzáférhetők ingyenesen a jogszabályszövegek, és az, hogy az élettárs szó arra egyik másik már rá is lehet keresni, mind a családjogi könyvben, mind pedig főleg a vagyonjogi jogkövetkezmény tekintetében a polgári törvénykönyv, egyébként a 2013. évi 5. törvény, római számmal írva az 5-öst, 5. törvény, 6. könyv, 6, 2. 513, 514, 515. paragrafus. 516. paragrafus. Ezt tessék elolvasni, és akkor abból egy kis képet nyer mindenki, hogy milyen lehetőségei vannak, és milyen kockázatai vannak. Ügyvéd úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm.
Nézőinknek reméljük, hogy nagyon hasznos tanácsokat tudtunk adni az élettársi vagyonközösségek tekintetében. Várjuk Önöket a képernyők előtt ismét a következő adásunkban. További szép napot, szép estét kívánunk. A viszontlátásra!